Életének 56. esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt Tokodi István a Szentgyörgy Egyetemi Oktatókórház koraszülött és csecsemő intenzív osztályának osztályvezető főorvosa, gasztroenterológus, neonatológus. Tokodi Istvánt családi példa vezette pályaválasztásában, hiszen édesapja is orvos volt. 1991-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd ezt követően 1996-ban csecsemő és gyermekgyógyászatból, 2000-ben gasztroenterológiából, 2002-ben pedig neonatológiából tett szakvizsgát. Tokodi István 2018-ban több mint ezer páciens szavazata alapján átvehette a Szent Györgyi Albert orvosi díj közönségdíját, amelyet abban az esztendőben hoztak létre alig egy hónapja a koraszülöttek napján, amelynek egyik zászlóvivője volt, így fogalmazott. A koraszülöttek társadalmunk legkisebb és lekesendőbb tagjai, olyan parányi nagyharcosok, akik számára a megszületésen túl az élet első hetei vagy hónapjai az életben maradásért folytatott küzdelemben telnek. A helyzet természetszerűleg nagy lelki terhet ró az idő előtt megszülető babák szüleire is. Segítsünk nekik! tokod István emlékét megőrizzük